A kisvárdai Mastergut Kft. Az elmúlt években több 10 milliárd forintot fordított a különböző beruházásokra, most pedig egy újabb fejlesztést jelentettek be. A kisvárdai Baromfi feldolgozó nagymértékű technológiai beruházásba kezdett, amelynek köszönhetően a fejlesztés követő második évben 50%-kal nőhet a cég csoport árbevétele. 2004 nyarán került a birtokunkba a Hajdúbét felszámolása után egy csirkevágó üzem. Ez az üzem abban az időben is egy nagyon elhanyagolt, egy rosszul működő üzem volt. Ennek a többszöri ráncfelvarrása az elmúlt 10-12 évben megtörtént, majd úgy döntöttünk a tulajdonosok, a Bárány család, hogy ebből az üzemből egy európai méretben is korszerű, sőt a lehető legkorszerűbb üzemet fogjuk csinálni egy jelentős átalakítás és kapacitás bővítéssel egybekötve. Ez a fejlesztési folyamat már elkezdődött, ezt segíti a Nemzeti Befektetési Ügynökség támogatása. Ennek köszönhetően a magyar kormány 3,4 milliárd forinttal segíti a kisvárdai Baromfi feldolgozó üzem bővítését. Ehhez jön még a Mastergut Kft. Önereje, illetve banki hitelek, így a fejlesztés összesen 15 milliárd forint értékű. A beruházásnak köszönhetően a vágási darabszám is nagy mértékben emelkedik majd. Jövő májusra, mikor a legutolsó gépek, automaták is megérkeznek, akkor 15 ezer darab per óra teljesítménnyel fog vágni ez az üzem. 15 ezer darab per óra az azt jelenti, hogy másodpercenként 4,1 darab csirke fog elsuhanni a vágóvonalon, és természetesen ez nem csak ezzel a tempóval elrohan, hanem ez feldolgozásra kerül, lehűtjük, földaraboljuk, elcsomagoljuk, és nagyon sok automatával és robottal, szó szerint daraboló robotokkal, csomagoló robotokkal kiegészülve lesz ez a gyár Európa harmadik legnagyobb vágó teljesítmény és korszerű üzeme. A kisvárdai cég volt az első vállalat, amelyet a magyar kormány a technológia intenzív támogatási kategóriában segíti. Ennek lényege, hogy a technikai fejlődést robotok alkalmazásával biztosítják majd. A megnövekvő termelési hatékonyságnak köszönhetően a Mastergutnál minden évben két számjegyű béremelést fognak a cég dolgozóinak biztosítani, tette hozzá Bárány László. A Mastergut Kft. Tavaly 69 milliárd forint árbevételt ért el, termékeinek több mint 60%-át külföldön, 40 országban értékesítették.